Nem akarja, hogy elbocsássák, ezért nem vállalta az arcát az RTL híradó egyik nézője tavaly. Egy a több mint 1 millió minimálbéres közül. Azt állította, a kötelező béremelés ellenére egy forinttal sem kapott több fizetést, mint korábban. Tehát másfél kétszer se kérdezett idén, mint ami tavaly voltam. Elvárt esetben. Ez mennyire megoldható? Semennyire. Most még több cég emelte a normát a Vasas Szakszervezeti Szövetség szerint, akik jellemzően autó- és fémipari beszállítóknál 200 vállalatnál képviselnek dolgozókat. Azt mondják, sokan ugyanazt a munkát végzik, mint eddig, de papíron új munkakörbe sorolták őket, amelyhez nem követelnek végzettséget. Így nem kell a szakmunkásoknak járó garantált bérminimumot, a mostantól nagyjából nettó havi 120 ezer forintot fizetni nekik, hanem a kevesebb, mint nettó 92 ezres új minimálbért kapják. Én ezt borzalomnak nevezem. Borzalom azért, mert senki nem jár jól, ez a vesztes-vesztes pozíció. A munkáltatók sem azt kapják, amit várnak. Tehát, hogyha a munkavállalók rosszul érzik magukat, nem tudnak kijönni a bérükből, nem lesznek elkötelezettek. A Munkáltatók Szövetsége elítéli a szabálytalanságokat, de azt mondják, trükközés nélkül sok vállalkozás bedőlne a tavalyi és az idei kötelező béremelések miatt. Nem minden magyar vállalkozás olyan hatékony és termelékeny, hogy parancsszóra fejleszt 30-35%-os minimálbéreket, és még a többieknek nem is tudja a fölöttük levőknek odaadni. Tehát én azt gondolom, hogy nem kell meglepődni, hogy vannak ilyen jelenségek, küzdeni kell ellene. A kormány most kiemelt ellenőrzéseket ígér, olyanokat, amilyeneket tavaly is indítottak. Hogy a megállapodás alapján történt minimál béremelés és garantált bérminimum emelés az adott cégeknél, az adott ellenőrzés alá vont cégeknél megtörtént-e vagy sem. Csak hogy a munkaügyi hatóság első körben azokat sem bünteti meg, akik törvénytelenül trükköznek. A Nemzetgazdasági Minisztérium már fél éve azt írta, a cél, hogy a munkavállaló megkapja a munkabérét, nem pedig a munkáltató szankcionálása. Az MSZP szerint a cégek azért trükköznek, mert a kormány hagyja. Ezek a munkaügyi ellenőrzések általában hatástalanul zárulnak, tehát semmilyen eredménye nincs, hiszen nagyon elnézőek a cégekkel szemben ezek az ellenőrzések. A Nemzetgazdasági Minisztérium most azt közölte, tavaly összesen 657 munkavállaló esetében tártak fel a minimálbér, valamint a garantált bérminimum meg nem fizetése miatt szabálytalanságot. Kérdeztük, hogy mennyi bírságot szabtak ki, illetve hogy elégedettek-e az ellenőrzések hatékonyságával, de ezekre nem válaszoltak.